DVTK. A borsodi és a Volkswagen bemutatja. The last one, this week was a intense week. Nagyon intenzív heten vagyunk túl. Ugye most érkezett meg, fel kellett készíteni játékosokat, fel kellett készülni még precízebben az Újpestből, úgyhogy mit el tud mondani, ez egy intenzív hét volt. Of course my target in this week. Úgy gondolja, hogy ez volt a hét fő cél, hogy azokat a hibákat, azokat elkezdjék kijavítani, amit ugye felfedezett. Ezen dolgozott egész héten a csapattal közösen, és úgy gondolja, hogy ezt a mérkőzésen majd lehet látni, hogy mik azok a apró változások, vagy mik azok a változások, amit esetleg sikerült már a héten jó irányba elmozdítani. What you want to see from the team? Of course, I am wishing to the referee whistle the start of the game or the match. Az első kívánság az, hogy a bíró belefújjon a sípjába, hiszen úgy gondolja, hogy a csapat kiválóan dolgozott a héten, motiváltak a játékosok, és úgy gondolja, hogy van elég minőség a csapatba ahhoz, hogy ezt a meccset megnyerje. Úgy gondolja, hogy ugye a játékosokat egyre jobban kezdi megismerni, természetesen kiemelten figyelt, hogy ki hogy dolgozott a héten, ki milyen formát mutatott. Nyilván más nézni őket tévébe, más élőbe, de nagyon nagy segítség volt az, nagyon nagy segítséget nyújtottak azok a mérkőzések, amiket ugye megnézett előtte, hogy a játékosokról ugye összealakuljon egy kép. Rengeteg gondolat van a fejébe, de látni fogod a kezdő csapatot hétvégén. Of course, UPS is a great team. I mean, úgy gondolja, egy jó csapat, egy tiszta játékmodellel, tehát megvannak a felismerhető jegyeik, tehát van egy játékmodell, amit játszanak, viszont mi ez alapján készültünk egész héten, ugye ez alapján készítette fel a csapatot, úgyhogy próbált azokra a sarkalati pontokra, vagy azokra a pontokra koncentrálni, amivel az Újpestet meg lehet verni, ugye a játékmodelljük elemzés alapján. 5-6 mérkőzés óta ugye volt ez a széria, úgy gondolja, hogy a játékosok fizikálisan rendben vannak, nyilván mentálisan ilyenkor fel kell készülni egy ilyen típusú meccsre, de profi játékosokról van szó, ettől függetlenül jelen pillanatban nyilván nem az Újpest a legfontosabb, még akkor is, hogyha tisztában kell velük lenni, hanem az, hogy fejbe tiszta legyen a csapat, és jó mentalitáson tudjon majd pályára lépni. We had Berkovi, he didn't work, Karan, I think he's almost ready. Hát, hogyha az egészségügyi riportot elemezzük a hetit, ugye a Dejan Karan majdnem teljesen rendben van, majdnem kész van már. A Brukovicsnak ugye továbbra is megvan a problémája. Ivánka Patriknak volt egy kisebb problémája héten, ugye fiatal játékosról van szó, Ugrai Roland pedig ugye öt sárga lapja miatt nem lépett pályára.